Megmertem volna esküdni, hogy az ismert mondást, hogy vagy nevezetesen, hogy a halál a belegben lakozik, ezt Hippokrátesz mondta az ókorban. Én így emlékeztem, de amikor beütöttem most az internetre a keresőbe, nagyon sok hivatkozás arról szólt, hogy ezt így ebben a formában a 15. században élt orvos, filozófus, gondolkodó, a svájci Paracelsus mondta vagy állította. Tehát nem is megyek ebbe bele, mert mindkettőre vannak hivatkozások, mondta, aki mondta, de tény, hogy a modernkori kutatások alapján rengeteg betegség rejtélye és megoldása valóban a belegben lakozik. Sok olyan betegségnek is, aminek első látásra vagy első hallásra nincsen köze az emésztéshez, ilyenek például az idegrendszeri betegségek, az Alzheimer, a Parkinson. A most következő filmben elhangzó kifejezést lehet, hogy sokan most hallják először életükben, széklettranszplantáció. Ennek az a lényege, hogy egészséges emberek béltartalmát beteg emberekbe helyezik át. Egyelőre csak részeredmények vannak, de azok elképesztőek. Ezek a kapszulák székletet tartalmaznak. Igen, székletet. Persze nem abban a formában, ahogyan azt most mindenki elképzeli, de a lényegen nem változtat, székletkapszulák. Kéthetes periódusban gyűjtjük a székletet, és abból egy 200-300 kapszulát tudunk létrehozni. Bennem semmilyen ilyen undort problémát nem okozott. Tehát gyakorlatilag megeszünk egy csomó mindent, én ezt ugyanúgy beveszem ezt a kapszulát, mint a C-vitamint. Tehát az égvilágon semmit nem jelent. Nem érezni rajta semmit, nem látni rajta semmit. Nyilván ez elég bizarr dolog, hogy az ember miért foglalkozik azzal, hogy az egyik emberből székletformájában ürülő baktérium tömeget átültessen egy másik emberbe. Mikrobioma transfer terápia, azaz az egészséges bélflóra kialakítását, helyreállítását célzó eljárás, amely egy egészséges ember székletéből kivont mikrobioma bejuttatásával állítja vissza a mikrobioma egészséges összetételét. Tudom, ez így nagyon bonyolultan hangzik, úgyhogy megpróbálom egyszerűbben elmagyarázni, miről is van szó. Mostanában rengeteget lehet olvasni arról, hogy a mikrobiom mennyire elképesztően fontos, és hogy tulajdonképpen a hosszú és egészséges élethez a beleinken keresztül vezet az út, és minden betegség a belegben kezdődik. Na de kezdjük a legelején. Mi az a mikrobiom? A bélrendszerünkben több mint 100 milliárd baktérium, vírus és gomba él. Ezeket együtt nevezzük bélrendszeri mikrobiótának. A mikrobióta sejtekből áll, a sejtekben van a DNS, abban pedig a gén. A mikrobióta sejtjeinek génállományát hívjuk mikrobiomnak. A mikrobiom tehát az emberi testben egészségesen is megtalálható baktériumok, vírusok és gombák összessége. A mikrobiom összetétele 30%-ban mindenkinél ugyanolyan, 70%-a viszont minden egyes embernél más, egyedi, mint az új lenyomatunk. A mikrobiom egyensúlyának felborulása is okozhatja például a cukorbetegséget, emésztési panaszokat, elhízást, magas vérnyomást. De a mikrobiomunk hatással van arra is, hogy érezzük magunkat pszichésen. Nem gondoltam volna, de a széklettranszplantációnál még arra is figyelni kell, hogy a donor, aki a székletet adja, pszichésen is teljesen egészséges legyen, mert kimutatható, hogy a depresszív állapotot vagy akár skizoid hajlamokat képes átvinni az a baktériumtömeg, amelyet bejuttatnak az ember szervezetébe a székletből. Úgy gondoljuk, hogy a vastagbélrendszerben élő mikrobiális elemek, amelyek túlnyomó többsége baktérium, de természetesen mindenféle más élőlény is van ott, vírusok hihetetlen tömegben, illetve egysejtűek is előfordulnak, és gombák, azok nagymértékben felelősek azért, vagy gyakorlatilag ők okolhatók egy csomó betegség kialakulásáért, illetve úgy gondoljuk, hogy ha változtatunk ezen az összetételen, valamilyen módon befolyásoljuk, akár diétával, akár úgy, hogy átültetjük egy egészséges emberről a beteg emberbe, akkor ezeken a tüneteken tudunk javítani, csökkenteni tudjuk a panaszokat, adott helyzetben vannak olyan elváltozások, amelyeket gyakorlatilag egy ilyen beavatkozással meg is lehet gyógyítani.
A széklet transzplantáció eredete egyébként valamikor a 90-es évekre vezethető vissza, amikor Ausztráliában egy idegrendszeri betegségekkel küzdő hospice központban egy orvos megpróbálta a székrekedéssel küzdő betegeit kezelni azzal, hogy épp egészséges emberek székletéből izolált baktérium tömeget beöntés formájában bejuttatott a nagyon beteg emberekbe. A székrekedés probléma rögtön megoldódott, de azt észlelte az orvos, hogy a székrekedésen túl egyéb tünetekben is komoly javulást ért el ezeknél a betegeknél. Ezek a betegek többségében szklerózis multiplexben vagy egyéb idegrendszeri leépüléssel járó krónikus betegek voltak. Azóta indult el a széklet transzplantációs projekt. A kezdet-kezdetén ez úgy működött, hogy egyik pillanatra a másikra, amikor valakinél fölmerült ennek az igénye, különböző okai lehetnek annak, hogy miért kell egy ilyen beavatkozásban gondolkodni, akkor az volt az elképzelés, hogy a hozzátartozók között, vagy a rokonságban, vagy az ott dolgozók között kerestek egy olyat, aki olyan egészségesnek nézett ki, és tőle nyertek ki ilyen vastagbél baktérium tömeget, és akkor azt használták fel. Ennek hihetetlen kockázatai vannak, mert nem lehetünk abban biztosak, hogy az a személy, akitől egyik pillanatról a másikra veszik le ezt a baktérium tömeget, ő biztosan egészséges és nem szenved semmi olyan betegségben, amit esetleg át lehet adni. Emiatt kezdtem el én annak idején gondolkodni azon, hogy ezt másképpen kellene megszervezni, mégpedig úgy, hogy minden szempontból az összes rendelkezésre álló módszerrel ki kell vizsgálnunk azt a személyt, aki donorként, tehát ő szerepel, tehát akitől származik a mikrobiom. Dávid éppen a széklet donoroktól levett vért vizsgálja. Kiszűrik a fertőzéseket, a hagyományos laborvizsgálatokkal pedig a gyulladásokat és egyéb funkciókat. Ha minden stimmel, akkor jön egy 150 kérdéses kérdőív, ami a pszichés állapotra vonatkozik. És ezen kívül a donornak rendszeresen sportolnia kell, nem lehet túl sovány, de túl kövér sem. De mivel az sem mindegy, hogy a donor milyen táplálékot fogyaszt, ezért Bezzeg doktorék úgy döntöttek, ezt sem bízzák a véletlenre. Összefogtak egy orvos kollégával, aki felhagyott minden addigi tevékenységével, és elkezdett állatokat tenyészteni. Szarvasmarhákat, kecskéket, bárányokat. Szabad tartásban optimális körülmények között táplálkoznak. Így a jövőben a donorok majd csak azt tehetik, ami innen származik. Az a baktérium tömeg, amelyik a szervezetünkben van, ez nem csak úgy ott van, hanem az egy folyamatos, állandó együtt hatással bír a szervezet minden egyes momentumára oda-vissza, tehát amikor én jókedvű vagyok, vagy rosszkedvű vagyok, vagy kirúgok a hámból egy éjszaka, az nyilvánvalóan ugyanúgy hatással van a baktérium tömegre, mint hogyha esetlegesen valamilyen olyan hatás éri őket, amit antibiotikum kezelés vagy bármi egyéb, ami bizonyos komponenseket tönkretesz, akkor ő pedig így megváltozott baktérium összetétel pedig hatással van az én éppen aktuális pszichés aktivitásomra. Kettes típusú diabétesz, neurológiai megbetegedések, szklerózis multiplex, Alzheimer, Parkinson, gyermekkori viselkedési zavarok, ADHD, autizmus, bőrbetegségek, túlsúly. Ezeken a betegségeken mind-mind segíthet a mikrobiom helyreállítása, tehát a széklet transzplantáció, más néven mikrobioma transzferterápia. Több mint 10 éves kutatás előzte meg azt, hogy rájöttünk arra, hogy milyen módszerrel kell lehet nagy hatékonysággal kinyírni a frissen ürített székletből a benne levő baktériumokat és csak azokat, hogy milyen technikával lehet őket hosszú távon, tehát több hónapon keresztül mínusz 80 fok alatti hőmérsékleten tartósítani. Utána kidolgoztunk egy technikát, hogy hogyan lehet belőlük eltávolítani a bennük levő vízmolekulákat, ezt liofilizációnak hívják ezt a folyamatot, és így elő tudtunk állítani egy olyan anyagot, ami egy porszerű képződmény, amit utána kapszulázva be lehet adni a pácienseknek, és lényegesen kevésbé veszi őket igénybe, mint mondjuk a beöntéssel, vagy bármiféle egyéb történettel beadott egyik pillanatra másikra elkészített széklet transzplantációs alapanyag. De olyan esetekben is hatásosnak bizonyult, hogyha valaki elmegy egy egzotikus utazásra, ahol elkap egy hasmenős vírust, de előtte az ő saját székletéből készültek kapszulák, amelyeket magával vitt az utazásra, és azt elkezdi szedni, akkor tulajdonképpen egy-két nap alatt újra helyreáll a mikrobiom, és elmúlik a hasmenés. Gyakorlatilag úgy néz ki a történet, hogy minden reggel 2 szem bélben oldódó kapszulát hétkezés előtt egy fél órával lenyelek.
Istvánt közel 30 éve diagnosztizálták krónikus vastagbélgyulladással. A betegsége nem gyógyítható, így az elmúlt évtizedekben együtt élt ennek a betegségnek minden kínzó pillanatával. Van aktív és passzív időszak. Az aktív időszakban a vastagbél begyullad, és szörnyű görcsökkel, 5 percenkénti hasmenéssel és vérzéssel kell túlélnie a mindennapokat. Ezt a kezelést egy aktív szakaszban kezdem el, akkor 5 és 10 nap között gyakorlatilag tünetmentessé válok. És ez egy egészen jó érzés és egy egészen jó szám. Úgyhogy, mert hogy előtte mennyi időn keresztül állt fönn ez akár hónapokig. Tehát a gyógyszer mellett is akár hónapokig ment az aktív szakasz, vagy hónapokig tartott az aktív szakasz. De hetekig mindenképp. Az antibiotikumok felfedezésével és széleskörű használatával világossá vált, hogy az antibiotikumok nem csak a kórokozókat pusztítják el, hanem a bélflórának a baktériumot itt is megtámadják, illetve elpusztítják. Úgyhogy az a különféle baktériális fertőzésekre adott antibiotikumok és az utána kialakult betegségek hívták fel arra a figyelmet, hogy bizony a baktériumok integritásának a megőrzése az egy nagyon fontos feladat az emberek kezelése során. László a transzplantációs klinikán dolgozott évekig, máj és vese átültetésekkel foglalkozott. Jelenleg aneszteziológusként dolgozik, mellette pedig Bezzeg Attilával és társaival kutat, fejleszt, alkot, és most nem májat és vesét ültetett, hanem székletet. Gyerekeknél, például autista gyerekeknél csökkenthetők a túlmozgásos tünetek, a figyelemterelés javítható. László úgy magyarázza el nekem egyszerűen ezt az egész folyamatot, hogy a bélbaktériumokat elraktározzák, majd átadják, vagyis visszaadják azt az egyén számára. Ez egy nagyon intenzív terület, most nagyon kutatják, hogy a bélflóra milyen hatásokkal van. Ugye gondoljunk meg, hogy amit szájon át beviszünk, táplálékot, annak a feldolgozása a bélflóra segítségével történik, tehát a felszívódásra, hogy milyen anyagok szívódnak fel, milyen anyagok nem szívódnak fel, milyen hiánybetegségek alakulnak ki, hogyha nem szívódik fel, illetve milyen toxinok termelődhetnek a bélben, amelyek a gazdaszervezetet ilyen mértékben betegítik. Tehát ezekre most nagyon intenzív kutatások vannak, és valóban olyan távoli területek, mint például a depresszió, a skizofrénia, az autizmus, úgy tűnik, hogy ezekben az esetekben is széklet transzplantáció, illetve a fekális mikrobiom helyreállításával jó eredmények érhetők el. De most folyik például egy kísérletsorozat hosszú távfutókkal is, akiknél megfigyelték, hogy bizony a fizikai teljesítő képességhez is rengeteg köze van a mikrobiomnak, mert egy átadott mikrobiommal gyorsabban fejleszthető a futókészség is. Sőt, azt is megfigyelték, és higgyék el, ez nem anekdota, hogy egy futótól származó székletdonor átültetése kedvet csinál a kapszulát kapó embernek a futáshoz. Bezzeg Attila azt mondta nekem, hogy ez az egész olyan, mint amikor az ember talál egy ajtót a várfalon, benyit, sötét van mögötte, és nem tudja, hogy ez az egész egy kamra vagy egy katedrális. Most próbálják meg kivilágítani és megnézni, hogy az, ahova benyitottak, az mekkora információtartalommal bír. Bezzeg csak nem 2 évtizede dolgozik a székletkapszulán, és azt mondja, hogy a mai napig is csak a sötétben tapogatózik. A heti naplóban Török Réka riportját látták. Csak annyiban egészítem ki még Rékát, hogy a témát Bezzeg doktor kutatásait követni fogjuk, és ha vannak publikálható eredmények, abban első lesz a heti napló.